Végre péntek! Üdv mindenkinek! Ez itt a Végre péntek, mert hogy ismét péntek van, és Gergő azt mondta, hogy ő most nem köszön be, úgyhogy én Dani köszönök be. Itt van velem Gergő és Bálint a szokásos módon. Hello, Dani! Hello, Dani! Ezt nem tudom, mihez hasonlítani. Igazán, én egyszer próbálkoztam egy Kossuth Rádióssal, az nem lett olyan jó, ez most... Egyedi vagyok, kérlek, egyedi vagyok. Ez egészen jó volt. Egy kicsit olyan volt, mint valami amerikai late night show-ban, amikor beköszön az idősebb műsorvezető. Hát végül is itt én vagyok a legidősebb. De az is rá, az 10-es kategóriában már, vagy az utána. Persze, egyértelmű. Na mi a helyzet, srácok? Hogy telt a hét? Tényleg, Dani, neked volt egy... Tényleg, múlt héten volt egy... Múlt héten volt egy nagy esemény, de majd én a végére hagyom magam, úgyhogy most veletek kezdünk. Bármit mondunk, Gergő, egyébként, tehát senki nem fog érdekelni. Azért hagyom a végére, hogy ti lesztek a, hogy is hívják ezt a koncerteken. Mi leszik a felszopók? Én az előzenekar kifejezést akartam használni, de végül is valid, igen. Valid. Na, Bálint, hogy telt a hét? Láttad a gőzmozdonyt? A gőzmozdonyt? Füredéső tapolca között? Hát a Balatonparton. Láttam. Találkoztam is vele. Volt egyébként, tehát aki mondjuk nem itteni hallgatók. Na, fejleszt a MÁV. Csak 9 percet késett a gőzmozdony, úgyhogy ez sokkal célra vezetőbb lenne. Sokkal pontosabb volt, igen. Úgyhogy ezt kellene használni. Nem, de amúgy vagonokat. A wifi van a gőzmozdony után kötött kocsikon? Nem, a klasszik kocsikkal ment. Na, és hát egy rútert nehogy már ne lehessen az ostalba belecsavarozni. A generátor meghajtja. Igen. Kis dinamókat ráteszik a mozdonynak a kerekére, aztán pörögnek azok. Retro hétvége volt a MÁV-nál, és ilyen tök régi szovjet, meg még régebbi kocsikat, vagy mozdonyokat állítottak hadrendbe, és én követtem, én szombaton, vasárnap is lent voltam, és megkerestem a 424-es gőzmozdonyt. Nagyon komoly volt. Azt mondtad, Gergőt, hogy te a füstjét láttad, vagy a... Nem, én láttam, Almádiba mentem végig kocsival, ott a Penny mellett, az közvetlen ott van a vasútállomás mellett, és álltam a piros lámpánál, és akkor húzott el mellettem. Meglepően gyorsan ment egyébként. Simán egyébként. Tudjuk, hogy a visszajövőben a harmadik része volt, hogy ez egyébként jól megpakolva, ez 90 mérföldet is tud menni egyébként egyenes szakaszon. Igen, csak vigyázni kell, mert mindjárt robban a piros. De egyébként nagyon, nagyon sok egyébként ilyen megható síró embert láttam, felnőtteket is, amikor ezek megjelentek. Nyilván valaki vonatszerelmes, valaki meg ilyen Greta Thunberg fan, és tehát az, amit kipöfögött magából ez a szerelvény. Hát... Úgy gondolod, hogy a CO2 normákat nem igazán teljesítette? Így... Valószínűleg nem, de egyébként Dani, az meg célra vezető, hogyha mikrofonba beszélsz. Oh hell, valóban. Kiestem a gyakorlatból. Igen, tehát ilyen fura dolgok történtek veled a múlt héten is, azon kiestem a gyakorlatból. Azonnal, abban a pillanatban. Szóval láttam a vonatot, és ez a vörös csillag az elején igazán autentikus valaki volt. Valaki felháborodott rajta egyébként, pedig szerintem hozzátartozott. Ezt akartam mondani, hogy ezen felháborodni kár, mert ennek így van... És a történelmi könyveken is felháborodik az illető? Ennek így van muzeális értéke, meg így hiteles szerintem. Egyáltalán szóval... örüljünk neki, hogy még kihozták hát, ezeket ez a... Ez itt kor dokumentum. Na, pontosan. Ne szórakozzunk már. Azt mondják egyébként, hogy a vonaton mindenki nagyon romantikus lesz, meg ott ugye a lányoknak a kis érzésvilága az, hogy felbuzog. A vonaton. De Daniak nem kellett hozzá vonat, csak hogy elkezdjük így csepegtetni az információkat. Hát de a múlt héten már becsepegtettük. Amikor a Dávid volt nálunk, tudod, a Svájcból a srác, akkor már Rizit elcsöpögtette a Dani, hogy mi lesz. Igen, csak próbálom még húzni a... Igen. A bejelentést. Hallgatóink idegeit, igen. De akkor átjük, hogy mi történt velem a héten? Gyorsan, igen, Gergő. Mi történt velem a héten? Most figyelj, semmi. Ez egy tök unalmas hét. Az autóm le van adva az utolsó simításokra az autószerelőmhöz, és utána készen vagyunk. Ennyi történt. Végre. Igen. És lesz egy üzembiztos autód, reményeim szerint. Eddig is üzembiztos volt, igazából csak az nem, esztétikai... Ez az előzőhöz képest üzembiztos lesz. Igen. Szóval itt nem komoly szervizre kell gondolni, hanem egy új autónál a kötelező olajcsere, stb. Motorfelújítás. Nem lesz motorfelújítás. Láttátok egyébként. Olcsó, mert V8, tehát pikpak megvan. Én vezettem egyébként. Tényleg erre majd beszélhetnénk, hogy automata kontra manuális. Akár álló. Beszéltünk róla. Én is vezettem a Gergő autóját is. Nagyon király. Bár ugye? Sokat nem mentem vele. Szerintem talán másfél kilométer. A Bálint még annyit se szerintem. De nagyon kezes kis jószág, ugye? Ahhoz képest, ahhoz képest mekkora egy bálna, teljesen jól lehet vezetni. Igen, én szeretem. De úgyhogy láttátok, hogy itt nem motor problémák, vagy ilyesmik valaki, egyszerűen nem tetszett a kocsinak a belter, ami volt, és akkor ezt építettük át. Ti láttátok a fokozatokat, hogy hogyan alakult, ez és a leopárd szépült. Sokkal jobb egyébként. Ugye ez a leopárd sokkal jobb. Az a zebra csíkos, az nagyon gagyi volt. Innen üzenjük Győzikének, hogy a zebra csík a szólást ír. Ebben nem volt csíkos izéval.
Bőrfelvarrásokkal rajta. Igen, zseniális. Igen, igen, és neonok világítják meg a leopárd mintát. Ne értse senki félre. Mint a strip klubban. A lényeg az, hogy vajszínű volt a kocsi belseje, nekem nem jött át, most átépítettük feketére. Ennyi történt. Csak hát ugye ez így elmondva sokkal egyszerűbb, mint amit meg kellett rajta csinálni. A Gergő belenézett, és így fázott benne, hogy ez hideg lesz nyáron, ez a fehér, fú, te vagy vajszínű. Próbálj már tojás sütni. Jó fekete. Nem tudok, mert ugye a szolárpanál, és így mindig 25 fok van a kocsiba télen nyáron. Biztos, biztosíték, hogy kihúzod, és működni fog a tojás sütő. Igaz. Csak végig kell próbálni egy csomót, mert abban azért van pár. Ja, de milyen jó extra ez a szolárpanel, ugye? Ki tudja, lehet, hogy a jövőre, hogyha veszel egy autót, mondjuk egy hárombetűs német autómárkánál, akkor nem biztos, hogy ezt a szolárpanel tudod használni. Hárombetűs nem akarok. Hárombetűs, de hogyha valaki igen. Az túl kevés betű. Négy karikásat előbb egy. Négy karikásat, azt támogatom. Ha már tolt csillagot, most itt a négy karika ideje. neked kéne BMW-t. Majd együn a vese. Neked kell venned BMW-t. Nincs, az az Isten. De figyelj, a Bálintnak most Mercia van, nekem Audi, vegyél egy én BMW-t. Én adom, hogy néha egy sudribunkó paraszt vagyok, de azért annyira, hogy BMW-t vegyek, annyira azért nem. Elhatárolódom. Nem mindegyik BMW-s ilyen. Nem, pont ma is találkoztam egyel, akinek nem törték le az átadásnál az indexkart kapásból. Na látod. Úgyhogy ő használta is. Gondolom, feltűnt neki, hú, mi ez az új dolog, az eddigekben nem volt. Ez egyébként a jövőben problémája a BMW-seknek. Lesz. Majd egy kicsit később beszélünk én erről. Én is hallottam, hogy az Electronic Arts bevásárolta magát a BMW-be. Bebe. Előtte még. De előtte még, Dani, akkor neked hogy telt a heted? Hát nekem szorgos hetem volt. Megint. Ugye múlt héten nagyon készültél valamire. Ja, igen. Meg is történt. Tehát megkértem a kedvesemnek a kezét. Igent mondott. Na. Most lelövöm a poént. Ez igen. Köszönöm. Ez az, Dani. Nyomjad! Kicsit foci meccses a hangulat. Amúgy olyan képetek nincsen, ami így kimehetne mondjuk az Instagram oldalunkra, hogy mindenki lássa, hogy ez tényleg így történt. Tényleg valóság? Igen. Nincs, amit ki tudnánk dobni majd pénteken? Hát olyan van, amin háttal vagyok, mert ugye nem én vagyok a lényeg. Aha. Olyan van, úgyhogy majd elküldöm, aztán ki tudjátok tenni. Kiváló. Mert én ugye nem vagyok admin az Insta oldalunkon. De miért nem vagy admin az Insta oldalunkon? GDPR miatt szóltad a Zsófitól, hogy ki mehet. Zsófitól majd kérdez meg. Szerintem ő, én ezt látatlanba kimerem jelenteni, hogy ő hozzájárul. Na, szuper. Akkor ti is láthatjátok majd, hogy a Dani milyen szép helyen kérte meg a Zsófinak a kezét egyébként. Még szebb párjának a kezét. Igen. Hát ugye nálam nem annyira nehéz szebbnek lenni. Nem a egyébként szépségem akaratja volt. Akaratja magas part, ugye? Így van, akaratja magas part. Hogy volt az egész sztori? Hát mindig az évfordulónkon mindig elmegyünk egyet vacsorázni, és általában ugyanoda megyünk, abba az olasz étterembe, ami nagyon közel van akaratján a magas parthoz, és a Mercatónak hívják. Ez tök jó, mert egyébként ezt ugye 20 év házasság után szoktak rátérni erre a párok, hogy mama, jövőre is oda megyünk, tavaly is itt voltunk. De az egy nagyon jó hely. Figyelj, meg tök egyszerű. Tök egyszerű, tök jól főznek, olyan finom hideg málna levest tettem, ott azt, ha ott jártok, kóstoljátok meg, iszonyatosan jó. Na tök jó, és akkor abba rejtett a gyűrűt? Belerejtett a gyűrűt? Nem, én nem mertem ilyen elrejtős dolgokat csinálni, mert gondolkoztam azon. A pincér hozta egy ezüst tárcán? Nem. Nem is kiskutya hozta a nyakába, tehát semmi ilyesmi. A macskád, az Insta celeb macskád. Neki meg nem adtam volna oda, tehát hogy igen. Azért a Puffin, ő híresen egy genyó. Bár ez az Instáján nem látszik, de aki együtt él vele egy húzamosabb időt, az tudja, hogy ő egy genyó. Minden macska köcsög. Ő a genyó kapitány, klasszikus eset. Ő az a macska, ami lever mindent, hogyha oda teszed az asztal szélére? Nem, ő az a macska, aki így megsértődik és bosszút áll. Az még rosszabb. És egyébként mostanában elég gyakran sértődik meg, mert hajnali 3-4 körül neki áll nyávogni az ágy mellett, hogy ő madarakat szeretne nézni az ablakból. Ebbe az a nehézség, hogy Zsófi nem nagyon tud fényben aludni. Engem nem zavar, de ő nem nagyon tud úgy aludni, hogy különösebb fény szűrődik be a szobába, úgyhogy le van eresztve a redőny, de akkor a macska nem lát ki. Viszont a fürdőablakot, ha kinyitom neki, amin szintén van ilyen macskaálló szúnyogháló, milyen jó hangzott. Macskaálló szúnyogháló. Azon nem hajlandó kinézni, mert neki ott kell kinézni az ablakon, ahol mi vagyunk, hogy mi lássuk, hogy ő kinéz az ablakon, de az nem zavarja őt, hogy mi nem látjuk, mert hogy alszunk. Úgyhogy mindegy, és ebből fakadóan beszoktam zárni a fürdőszobába, mert azon a lakás legtávolabbi pontján, aztán hagyj nyávogjon, majd megunja. Ez jó taktik.
egészen addig jó ötletnek tűnt, amíg rá nem jött, hogy a WC papír gurigákban nagyon könnyű áttenni a macska standard karmával. Úgyhogy most ilyen félig cafatokra szaggatott WC papírral próbáljuk ellátni azokat a tevékenységeket, amiket el kell látni a WC papírral. Tehát Dani, akkor neked a heted az macskalanddal telt, illetve macskaland lánykérés és MR vizsgálat. Tehát, hogy ezek töltötték ki, ezek voltak a sarkos appontjai. De nincs nagy baj, nyugtass nincs, meg. Nincs. Legalábbis nem tudok róla. Térdre ereszkedtél? Majd nem az MR vizsgálatnál, hanem a... Hát nem az... Tudod, igen. Még annyira nem rossz hely a Veszprémi kórház, tehát hogy még beszív az MR, tehát nem kell térdre ereszkedni, hogy ráhúzzák a fejedre azt a mocskos nagy bödönt. De az is jó lenne, hogy így a válladra adják, hogy tartsad addig, amíg megy a vizsgálat, nem? Az is király lenne. És akkor ott kerek kattog. Nehéz lenne mozdulatlanul kibírni azt a 10 percet. Nem, egyébként a lánykéréshez igen, fél térdre ereszkedtem, ahogy a lovagok csinálják. És a magas parton abban a kávézóban kértem meg a barátnőm kezét. Akkor még barátnőm, most már mennyasszonyom kezét. Ez nem lesz egyszerű rászokni, de... Küzdök. Reméljük nem maradok alul hosszú távon ebben a versenyfutásban, de nem hiszem, kezdem szokni. És esküvő? Van már terv, ilyesmi? Vagy még ennyire nem mentetek terveim bele? Terveim szerint ilyen két év kb., amire össze lehet hozni reálisan egy olyan esküvőt, amit így bátor szívvel be tudok vállalni. És egyébként várta már, vagy nagyon meglepetésként érte? Meglepetésként érte, annak ellenére, hogy ő várta már. Nagyon vicces volt, kicsit ilyen burleszk volt néhol ez a lánykérésre való felkészülés. Tehát fölmentem székes fővárosunkba, hogy gyűrűt vásároljak. Ezt nem tudom, meséltem a múltkor? És szerintem nem, de nem baj, meséltem még egyszer. Elmentem a gyűrűboltba. Ugye férfi ember küzd azzal, Gólem hogy... várta már Danit. Hát amúgy jól jött volna a segítségem, mert ő jobban ért a gyűrűkhöz, mint én. Drága szág. Igen. Drága volt, igen. Hát annyira nem volt egyébként vészes. Most ezt elhallgatom, hogy mennyibe került, majd a hármunk között megbeszéljük egyszer, hogyha úgy adódik. A lényeg, hogy bementem a gyűrű üzletbe, de ugye férfi ember előzetesen küzd ezzel a problémával, hogy mégis mekkora az persze, akkora. Tudom. És itt most a gyűrűről beszélünk, amit az ujjára húzol a nőnek, nem a másik. A lényeg, hogy végül is mindenféle trükkökkel sikerült rávennem a kedvesemet, hogy fölpróbálja a gyűrűket, amik így dobálódnak egy ilyen cirka 4000 darab otthon. És én hevesen figyeltem, hogy melyik az, amelyiket meg tudom jegyezni, mert szerintem a férfi emberek számára az összes gyűrű egyforma. Tehát, hogy kör alakú, és itt nagyjából ki is merül, és ilyen ezüstös, aranyos, mit tudom én, ilyen olyan amolyan. Köves, nem köves, a fene se tudja, de volt egy ilyen jó nagy, mintha egy pecsétgyűrű lenne, de nem pecsétgyűrű volt, hanem ez a fonott mintás. És végül is azt is felpróbált, és akkor azt meg tudtam jegyezni, és amikor elment mosdóba, akkor én gyorsan fölrángattam a kis ujjamra, hogy meddig megy fel. És így ezzel a tudással felvértezve mentem el Budapestre gyűrűt vásárolni. Amiben az volt csak a cink, hogy amikor odaértem, akkor elbizonytalanodtam, hogy melyik ujjamra húztam a gyűrűt. Azt pontosan tudtam, hogy a második ujjperc végéig jött fel, de hogy melyik ujjamra, 70%-ra mondtam magamnak, hogy a kis ujjamra. Ez olyan a hüvelyk ujjadra, tehát hogy azért... Ja, hát mondjuk, ha az én hüvelyk ujjamra fölhúzok egy gyűrűt, akkor az szerintem a Zsófinak a csuklójára is fölmegy. Valószínűleg. A lényeg, hogy végül is oda is próbáltam föl, de azt az éjszakát nem kívánom senkinek, amikor így meg kéne játszanod, hogy igazából semmi extra nem történt Budapesten, mert a másodállásod miatt mentél fel. És valójában azon kattogsz egész éjszaka, hogy vajon jó ujjamra húztam föl a gyűrűt a boltba, és vásároltam meg, vagy nem, és az egész egy baromi nagy blama lesz. És ezért izgultál legjobban, vagy az őszintén. Igen, persze, meg hát tudod, nehogy már ne menjen föl a gyűrű az ujjára, de végül is fölment. Az a rosszabbik egyébként. Én azt csináltam, hogy én elloptam egy gyűrűt, simán otthonról lenyúltam egyet. Biztos jó, hát kiderült, hogy egyébként az az egyetlen egyet sikerült kiválasztom, ami fél száma nagyobb, mint a réka ujja. Mondjuk az de a jobb, az a jobb, mert akkor legalább rámegy, és akkor bevetetni. Meg annyira nem volt gáz, mert nem esett le róla, nem... mint hogy szokták mondani, a karikagyűrű nem esett le az ujjáról. De nektek már van karikagyűrűtök is, tehát igen, nem igen. Az eljegyzésével nyomul a réka. Úgyhogy, ja, ez volt a gyűrűvel a mizéria, és akkor visszakanyarodok az étteremre. Érdemes oda elmenni, de nem ez a lényeg.
és akkor kijöttünk az étteremből, elmentünk a kávézóba, ott megkértem, igent mondott, öröm, boldogság, tapsoltak a népek, sőt a szomszéd pár lőtt fotókat is rólam. Aha, úgyhogy van fotó, videó is, amit még akkor át is küldtek Facebookon. Mondtam, ezúton is köszönöm nekik, ha esetleg majd hallgatják az adást, nem valószínű, de mondjuk miért ne. Aztán pedig fagyiztunk egyet ott, a, szintén ennek az étteremnek van egy fagyis kocsia kint, amit szintén ajánlok mindenkinek, mert nagyon finom fagyiuk van. Tényleg nagyon finom ez a fagyi, úgyhogy nálam bekerült a top 3-ba. Az amarettót szeretem nagyon Almádiba, az nagyon, nagyon jó fagyizó. A völgyfagyizót szeretem itt nagyon Veszprémbe, az is egy nagyon jó fagyizó. Külön díjas fagyiuk lett idén. Igen. Bár ők szeretnek ilyen őrültségeket is elkövetni a völgyfagyizóban. Én a völgyfagyizóban még sose jártam. Ilyen, az ilyen művészfagyi. Van sörfagyi, vagy volt valamikor még. Na, végre. Az ilyen művészfagyi, de egyébként bitang finom tényleg. És most ez lett a harmadik, tehát hogy ez a top 3 itt a környékben, ahol minden különösebb fenntartás nélkül bárkinek tudom ajánlani a fagylaltfogyasztást. És akkor ott lőttünk pár képet még a magas parton akaratján, elszívtam a lánykérős győzelmi szivaromat, és hazajöttünk. Úgyhogy erre a napra ez volt a nagy esemény. Zsófi azóta is hevesen nézegeti a gyűrűjét, meg csavargatja, mint aki nem hiszi el, hogy nem egy útszéli ilyen 100 forintos gépből forgattam ki. Vagy csak gondolkodik, hogy jó döntést hoztam! Egyébként nem remektél meg, amikor már ott voltatok, hogy akkor, na, akkor most akkor letérdelsz, és akkor megtörténik, amit meg kell történnie. Tehát ez nagyon furán hangzott. Ott még egyszer átfutott az agyadon, hogy ez tuti jó döntés? Tehát nem. Tehát nem. Ott már az eldöntött. Ott már eldöntött tény volt. Egyetlen dolgon izgultam csak, hogy ne üssön be semmilyen gebasz. Tehát, hogyha lehet, akkor ne épp akkor jöjjön oda valaki elmellettem, és öntse a nyakamba a forró kávét, mert azt így nehéz kihordani lábon, és a többi. Tehát, hogy ilyenkor azért néhány forgatókönyv, ahol félresik, tud siklani a dolog, az néhány lejátszódik az ember fejében. Én is tök ugyanígy voltam. Tehát, hogy amikor a lánykérés volt, akkor ott már nem volt, nem gondoltam át még egyszer, hogy na akkor most akkor tuti jól döntés. Az eldöntött tény volt már nagyon-nagyon hosszú ideje előtte. Csak hát ugye én is vártam a megfelelő pillanatot. Ja, nem, nekem már évek óta nincsenek kétségeim ezzel kapcsolatban, csak valahogy most hozta úgy az élet, hogy ez aktuálissá vált. Hát gratulálok. Köszönöm szépen. Ennyi. Dupla gratuláció. Szépen. Na, akkor most, hogy kiveséztük itt a lánykérős sztorit, meg hogy kivel mi történt a héten, Bálint, Conteo. Régen volt Conteo. Ja. Úgyhogy, hogyha már így indítottuk ezt a podcast sorozatunkat a végre pénteket, hogy mindig van Conteo, akkor legyen Conteo. Hoztál valamit? Hát van most egyébként több aktualitás is. Ugye most egy üstökös van mellettünk, nem sokkal. Lassan már szabad szemmel is. Ott van, hidd el, most is ott van, csak pont ugye az épület keleti részén. Ja, nem látom a stúdió felirattól. Ja, igen, mert stúdiózunk, királyak vagyunk. Gondolom ez a hangminőségből is feltűnik. Ja, azt annyit még leszögeznék, hogyha vendégeink lesznek, akkor a régi setup-al dolgozunk, mert egyelőre 3 mikrofont sikerült beszereznünk, amivel így rendesen stúdió minőségbe tudunk rögzíteni, úgyhogy ezt nézzétek el nekünk, hogyha legközelebb is lesznek vendégek, akkor kicsit rosszabb lesz a minőség, de hogyha 3-an vagyunk, akkor hozzuk ezt a nagyon komoly stúdiós hangot. Vagy hogyha a 3-as adásoknál kicsit jobban halljátok a hangunkat, és ez visszatetsző számotokra, akkor szintén ez az oka. Igen. Na, szóval Conteo. Komment egyébként, hogy már csak jó adást kéne csinálnotok. Valóban. Aki ezt elsőnek bekommenteli, az találkozhat velünk 3-unkkal. Igen, tényleg. Este sötésikától van. Nem, aki ezt oda kommenteli, az vendégünk egy sörre legközelebb. És feljöhet megnézni, hogy néz ki egy ilyen podcast felvétel. Sőt, meg is vendégeljük. Jó, legyen. Csinálunk vele interjút. Nem tudjuk, hogy mit csinál, de majd kiderül. Jó, akkor az első kommentelőt várjuk. Mit kell kommentelni még egyszer? Hogy egyszer már csinálhatnánk jó műsort is. Jó, meg van beszélve. Na, aki hallgat minket, akkor gyerünk, lehetnek a kommentek, és akkor felvesszük veled a kapcsolatot, hogyha oda kerül a sor. Igen. Conteo. Na, üstökös, igen. Tehát itt ugye közelünkben van egy üstökös, lassan szabad szemmel is, nem délután, hanem hajnalba
illetve majd megyünk bele júliusban. Én hajnalban aludni szoktam ám. Egyre jobban majd éjszaka is lehet látni. Vagy nagyon korán kelsz, vagy nagyon sokáig maradsz fönn. Most jelenleg így áll az üstökös. Viszont vannak ilyen konteók, hogy kiszámolták, hogy amikor az emberiségnél ilyen nagyobb járványok pusztítottak, mint mondjuk a pest is, vagy ugye most a koronavírus, mindig volt egy üstökös, ami megközelítette a Földet. És vannak állítólag ilyen konteó, mondom, ilyen űrbéli befagyott vírusok, amik ugye az üstökös csóvájából, ilyen parasztmódon megfogalmazva, hogy eljutnak a Földre, és ezek hatalmas pusztításokat tudnak végezni az emberiség körében. Aha, tehát akkor ebből kiindulva ez van, amikor, vagy ez történt, amikor volt a spanyol látha. Például, igen. Ez történt, amikor volt a pest is. És akkor volt. Mindig volt egy üstökös egyébként, igen. És ugye idén már megközelített minket egyet, csak azt a nap szétszette, tehát ugye azt sajnos nem láthattuk, de attól függetlenül megközelítette a Földet. Most viszont itt a párájából kaptunk. Az lett a koronában. A gőzéből. A gőzéből. Úgyhogy nagyon szép látvány egyébként egy ilyen, de lényegében néz föl, és a saját halálodat látod az égbolton. Atya úristen, Bálint, ez nagyon erős volt. Nem tudi for me. Ez nagyon-nagyon erős volt. Az annyira jó egyébként, hogy bármi tényleg ilyen szép dolog jön, ami tőled tök függ. Én ezért szeretem annyira csillagokat, mert bármikor fölnézek az égre, tiszta időben nyilván, és ugye azt látom, hogy azt egyszerűen az ember nem tudja elcseszni. Már értem az autódat, szereted a csillagokat. Igen. Azt el tudja cseszni az ember. De az égboltot azt nem. Éjszaka időnként csak kinéz rá, hova ott van. Látom a csillagot. Csillagom, ott áll a parkolóban. Egy üstökös. Úgy halad. Szóval mi, amikor meg darabok válnak le róla, az a csóvája. Mikor visszarakja háromba, az füstöl. Új, de jó csóvája van. Vagy a közebb itt tekintek rá. És tényleg halálos. Amúgy az örök a kipufogó most, úgyhogy lehet, hogy az lesz a csóva, mert utább, hogy húzom magam. Ja, tényleg a kipufogó darabjai lesz a csóva. Na, úgyhogy féljetek. Ez a konklúzió. Nem. Nem akarunk félni. Félni nem jó. Nem vagyunk hajlandóak. Na mindegy, de szerintem nem csak annak van problémája, akinek csillagos autója van, hanem mondjuk a másik német prémium márkának is. A Bajor. A jó kis BMW. Mert ugye... Mi történik ott a... Hát a BMW-knél most kicsit... Hát nem tudom, mit gondoltak. A lényegben, hogy... Mondom, hogy az Electronic Arts részvényeket vett a BMW-ben. Ja, konkrétan Season Pass-t kell vásárolnod az autódhoz. Ennyi. Mert egy érdekes ötlettel állt elő a BMW méghozzá azzal, hogy előfizetésessé teszik az extrákat a kocsikba. Így került fel az extra listára az üzemi fék. Igen, az elképzelés lényeg egyébként, hogy gyártáskor olyan berendezések, mint az ülésfűtés, a kormányfűtés, a radaros tempomat, és egyéb ilyen jó kis extrák használhatatlanok, és szóval minden autóban benne lesz az összes extra, és elő kell fizetni ahhoz, hogy te ezeket használhasd. Én nem állnék itt meg, én az összes funkciót. Lehet, hogy forgatni a kormány, azért is fizetni kell. Így van. Nem fizetted be az egyes. Az egyes nem fizetted be? Nem fogsz tudni itt mérlegállásra megállni. Tanuljál meg. Gondolj bele, milyen izé lenne, milyen spórolási lehetőség. Én ma csak balra kanyarodva megyek melóba. Aha. Hát nem tudom, hogy tudják majd ezt elfogadtatni a közönséggel, hogy innentől kezdve elő kell rá fizetni. Tehát modellezzük, hogy kapsz egy zsírúj BMW-t, és konkrétan... Az Index eddig is előfizetős volt, nem? Mert én nem látom, tehát hogy valószínűleg az spórolás okán nincs benne. Az volt, nem az mindegyik BMW is nem indexel. De most akkor megveszel egy BMW-t, és kapsz egy ilyen Suzuki Swift autót. Felszereltségben. Hát azért annál talán egy kicsit jobban. Annál azért prémiumabb a hatásokkal, meg hát maga az a vezetési élmény is. Ez biztos. De gondolod, egy Wagon Air Plus-t. Egy kipörgésgátló. Nem fizettél elő? Az pont jó ér egy full hátsó kerekes autóba, hogy nem kapod meg a kipörgésgátlót. Légzsák. Na, hát az bukó. Otthon meg ugye gyűlnek a sárga csekek, hogy villanyszámla, internet, légzsák. Rádió. Ablakemelő. Nem, szerintem ezt nem így kell elképzelni, az ilyen luxus ezt extrákra tényleg, mint az ülésfűtés, kormányfűtés, akkor esetleg az, hogy a szélvédőfűtés, radaros tempomat, tehát itt ilyenekre kell gondolni, szerintem a biztonságtechnikába azért nem nyúlnak bele. De ezzel megint az a probléma, hogy a Tesla ezt azért teheti meg, mert ő olyan dolgot hozott be, ami eddig nem volt a piacon.
A BMW meg kicsit olyan, hogy így elveszek dolgokat, amikért elvárom, hogy fizess, hogy visszakapd. Ja, tehát, végül is. Hogy eddig nem kaphattál, mit tudom, rántott húsis szendvicset, csak sonkás volt, de én vagyok a Tesla, és most már kaphatsz tőlem rántott húsis szendvicset, de ezért le kell jattolnod minden hónapba. De érdekes, a Teslánál nem volt akkor a felháborodás, mint most a mert BMW-nél. Mert új volt a termék. Viszont, ha a BMW szemszögből vizsgálom, akkor itt van ez a kolbászos szendvics, eddig is volt, csak most, ha szeretnél bele kolbászt, akkor havonta fizetsz nekem. Ja, értem. Tehát akkor nem a száraz vajazsemlét eszed, hanem így mondjuk van. Kapsz bele egy kis így felvágottat. Van. Így van. Voltak már ilyen kalkulációk, hogy, hogy igazából mondjuk 5 év múlva mennyit fizetsz ki a kocsidra, hogy te mondjuk hallgatod az autórádiót? Szerintem ez úgy lesz, hogy egyébként nyilván megtámogat azzal az autógyártó cég, hogy itt tudom én egy évig vagy fél évig nem kell fizetned az extrákért. És akkor csak utána én ezt így tudom elképzelni, hogy így vezetik be ezt a dolgot. Vajon lesz mikrotranszakciós finanszírozási modell is? Gondolj bele, igen, ingyen beszállós, kapsz egy ilyen gyenge BMW-t, és az lesz az a dolgod, hogy mész az úton, és ha jön egy erősebb BMW, akkor le kell húzódnod előle. És akkor te ingyen autózol, de mindig, tehát mindig le kell húzódjál előle. Akkor is, ha sietsz, és ő kettővel megy. Megállsz, lehúzodsz, baszki. Ezért kapod az autódat. Olyan lesz, mint a World of Tanks. Igen, ez lesz a kúpolási mikrotranszakció. Igen. És akkor itt be tudod fizetni, sőt, lesznek ilyen gyorsulási versenyek, hogy aki prémium felhasználó, fizet a BMW használatért, az bizony, mit tudom én, annak használhatja az összes beépített harci elektronikát az autója, a többi, aki nem. Tényleg. Egyébként nem hiszem, hogy ez akkora fejtörést fog okozni a BMW vásárlóknak, illetve tulajoknak, mert hát azért lássuk be, luxus márkáról beszélünk, luxus autókról beszélünk, itt ilyen 25-30 milliós autókról, hogyha mondjuk azt mondják neked, hogy akkor fizessél egy évre 300 ezer forintot, hogy használd az extrákat, nem biztos, hogy az annyira földhöz vágja azt, aki 30 millióért vett autót. Ez az én elképzelésem. Jó, de ez Magyarországra begyűrűzik 20 év múlva. Az elvei azért akkor is. Az elvei szerintem. Az egésznek igen, de viszont azt is, én a másik szemszöget is szeretném kicsit körbejárni, bajban van az autópiac. Nagyon nagy probléma van. Kicsit és a BMW ezzel. Ezt akartam mondani, hogy valamit kell találni, amiből úgymond forrásokhoz jutnak, lehet fejleszteni. Szorongatják ugye az autógyártókat az euronormákkal folyamatosan. Például most kért halasztást valamelyik cég, talán az Opel, ha jól emlékszem, nem vagyok benne biztos. Az hogy a francia cég? Igen, hogy halasszák el a következő eurós normákat, mert egyszerűen a mostanit se lehet teljesíteni. És komoly büntetéseket fizetnek egyébként az autógyártók emiatt, és valahol meg kell fogni ezt a pénzt. Én ezt alapvetően meg tudom érteni, viszont egy Suzuki-ba, egy Dacia-ba adott esetben, tehát az ilyen alsó kategóriás márkáknál, hogyha nem vezetik be ezeket, hanem mondjuk csak ilyen nagy luxus autókra, és akkor is csak az újakra, akkor azt tudom mondani, hogy ez egyébként elfogadható a számomra. Hát mert nem használod. Nem használom, de hogyha lenne ennyi pénzem, hogy bemegyek a BMW-hez, és 35 millióért elhozok egy új ötöst, azért vagy már rendes autót is lehet kapni, nem BMW-t. Várjál, csak példának hozom fel, vagy még többé, nem néztem meg az árakat, de 35 millióba biztos, hogy kerülnek, akkor nem hiszem, hogy földhöz vág az, hogy én 300 ezer forintot kifizetek egy évbe. Csak itt bejön az, amit a Danita az előbb, mert elkezdtél mondani, hogy Magyarországon ugyanaz lenne, hogy megveszi a sutyó gyerek az egy évig mosogatta Németországban BMW-jét, és... De ő nem fog 35 millióért autót venni. Van, ő nem az újat veszi meg. Tudom én, hogy lehet, hogy pár év múlva, vagy jó pár év múlva egyébként már az infláció miatt már mondjuk meg tudja venni. És vagy kevesebb lesz a most ilyen BMW-k, amik ha sarnit vélek lesznek azok gondolsz. Arra. És ott lesz ezzel a BMW-vel, de bele fog rohadni a gatyája az ülésbe, mert már nincs meg, nem tudja PayPass-szal lecsipogtatni azt, hogy mondjuk egy lefingott BMW-nek tök mindegy. Most még egyet több ember gatyája rohad-e bele? Nem, azt mondom, hogy viszont a nulla extra lesz megvéve benne, mert csak a kocsi van meg. De a légkondit már nem tudtam kifizetni, meg az autorádiót, meg semmit. Értem, hogy mire gondolsz. De nem hiszem, hogy ilyen mélységébe fognak menni ezek csak most, a ugye dolgok. Hogy konvertáljuk ezt a magyar viszonyokba. Uh-huh. Szerintem mondjuk, az sokkal reálisabb, hogy megveszi, mit tudom én. Ja, az még reálisabb, ha a mikrofonba beszélsz. Ja, már megint, bocsánat. Megveszi... Hogy a fölfelett jár, hát most kérte meg a barátom. Ja, tényleg. Megveszi X az autót, a Amsterdamba két hétig mosogattam fizetésből, hazajön eljátszani az agykirály katonásat, és szerintem teljesen biztos az, hogy megközelítőleg így
4 nap múlva találni fog embert, aki feltöri, hogy minden működjön benne. Aha. Ugyanis alapul véve az autógyártók elektronikai fejlesztési hajlandóságát, tehát hogyha beülsz egy mostani kocsiba, annál szerintem többet tud az a telefon, amit 2 szériával ezelőtt selejteztél le, mert már 4 évig használtad, és olyan lassúnak tűnt, hogy már megírtál egy regényt, és nemhogy elolvastál volna rajta egyet. Uh-huh. Értelek. És ezért a felélzeti rendszereknek a futtatási környezete az erősen haj az erre a technikai szintre. Tesla szoftver frissítésekkel kiküszöbölte ezt a dolgot. Mert hiába van kiütve a kocsid, hiába vannak feloldva az extrák a kocsidba, rádobják a szoftver frissítést, a következőt, és akkor onnantól kezdve buktad. Igen, de a Tesla komoly számítási teljesítményt épít be a kocsiaiba. Hát gyanítom, a BMW-se gagyit fog. Ugye a későbbi, hát ebben azért erről nem vagyok meggyőződve. Tehát a mostaniakból kiindulva azért egy Teslával összeset tudod hasonlítani. Tehát, hogy nem. Jó, ugye ez jogos. Nyilván a vas rendelkezésre áll, mert egyszerre kell menedzselni az akupakkot, egyszerre kell figyelje a környezetét, és a többi, és a többi. És ez is úgy lesz majd, hogy olyan a legváratlanabb pillanatban egyszer csak elindul a szoftver frissítés, amikor te mondjuk ilyen kényelmes 140-es tempóval az autópályán. Nem, szerintem akkor ez a Teslánál is úgy van, hogyha áll a kocsi. Kis türelmet kérünk, a kocsi. Az autó éppen telepített. Az autó újra fog indulni. Ráadásul csak akkor, hogyha töltöm van. Igen, meg le kell okéznod is szerintem, igen, hogy elindítsa. Menet közben meg elég nehezen töltött hálózatról. Lássuk be. Ez most vicc akart lenni egyébként, de mindegy. Értettük, Bálint. Inkább nyitsz egy sört. Az a biztos. Ja, úgyhogy minden esetre ez nekem elég fura, meg eléggé ilyen nagyon vulgárisan szólva cigányátbaszásnak tűnik. Azt mondod? Aha. Hát nem tudom, én így az autógyártók szemszögében meg tudom érteni ezt a dolgot, viszont mint magánfelhasználó, mivel nem érint, ezért nem is érdekel. Én az autógyártók szempontjából se értem ezt a picsogást az eurónormákkal kapcsolatba. Tehát barátom, az a dolgot, hogy fejlesz. Most eddig ültél a meleg szarba az elmúlt 15 évben, most az utolsó 5 évben azért tény, hogy meghúzták a gatyaszárat rendesen, meg azért szűkre szabták az övet, de eddig se kellett volna a meleg szarba ülni. Jogos. Jó az úgy a parasztnak, és akkor a részvényesek 3,5%-kal több jattot tudnak eltenni az év végén. Aha. Ja, lehet, hogy azt a pénzt mondjuk akkor vissza kellett volna forgatni. Igen, igen, itt minden vállalkozás ebbe szokott bele hasalni. Hát ki kellett merni a pénzt, amit lehetett, ezt így érzem. Működik a cég, tehát persze most én innen könnyen vádolom őket előre nem látással. Tudtok olyan márkát mondani egyébként, hogy jobban benne vagytok ebbe a tech vonalban, ami most a Teslát vegyük ki a sorból, mert az egy úttörő. Akire azt rá tudjátok fogni, hogy egyébként igen, ők azért próbálnak fejleszteni, próbálnak innovatívak lenni. A koreaiak. Toyota. Tehát meg az ázsiaiak. Toyota. De Toyota az élen jár. Toyota ugye a Lexus, ebből fakadóan a Hyundai, a Kia. Uh-huh. Ők azért eléggé ott vannak. Ez egy európai sajátosság, hogy itt megragadtunk a kényelmesben? Nem vagyok benne biztos, hogy más iskolát követnek ők is. Hát nézd meg az amerikaiakat. Hát azok még mindig tolják a komoly izomverdákat. Ja, na, és most megint van egy ilyen felfutása állítólag náluk ezeknek a kocsiknak. Ja, most újra nekiállták a még nagyobb motorokat bepakolni. De most az a Dodge, meg a aha. Chevrolet. Igen. De a legmegbízhatóbb autó a világon még mindig a Dodge. Tudod, hogy nagyon sokáig gondolkodtam a Dodge-on. Persze, mert pontosan. 15 éves technológia. Pontosan. Tehát, hogy annak volt ideje kiforni magát. Szerinted az én motor technológiában, ami az én autómban van, az mi? Az ugyanaz. Jó, de neked a kocsid is 15 éves. Igen. De ezek az autók nem? Hát nem, csak maga a motor technológia. Ezek zsírúj autók, csak 15 éves technológiával. Ja. Egyébként nagy álmom lenne egyébként egy amerikai kocsi. Csak ja, abszolút adnám én is. Csak az a baj, hogy az autószerelőm is, meg nagyon sok fórumot elolvastam. És azzal kezdték, hogy most az a Dodge Caliber, amiben én beleszerelmesedtem, még egy jó 2 évvel ezelőtt. Beleszerelmesedtem egy Caliberbe. Hát azért ez hát elég merész kijelentés. Tudom, melyik az a típus. Tudod, hogy Bálintnak érdekes. Nem szerelmesednék bele egy Caliberbe. Viszonyai vannak mindenfajta dizájnhoz. Hogyha már SUV-ról van szó, és Dodge, akkor egyértelmű egy Durango. Hát abban én is szerelmes vagyok.
Olyan, mint egy felfújt charger. Gyönyörű. Realitások talaján maradni. Csak valamelyik fórumon írták, hogy konkrétan a csávó meg se vette a kocsit, de már megszivatta, mert amikor elvitt eredetvizsgára, rá akarták inni a rendőröket, nem találta az alvásszámot a szerelő a kocsiba, mert valami olyan lehetetlen helyen van. Tehát abszolút nem egy európai... Lehetetlen helyen van. Tudod, hol van az A8-ba? De most a Dodge-ról beszélek. Tudom, de hogy így lehetetlen helyen. A Gergő hátsójára tetoválva. Ki kell szedni az anyósülést, föl kell hajtani a szőnyeget, a padlószőnyeg, és ott van alatta. Hát ez utaszerelőd. Hát tudta, nem igen, mert Audival foglalkozik, de nekem például, én tudod, hol kerestem volna? Eleve, tudod, a motortérbe szoktak általában fölütni valahova. Hát ott nem volt. Nincs. A8-asban nincs. Bazeg, névből nem, ismerik azt mondom, az hogy összeset. Örülj, ha van. Mert akkor tudod, hogy jó erről vetted. Vagy hogy az van bele a forgalmiban, mint ami az ülés alatt van. De ezek ilyen pedigrés autók, nem? Tehát, hogy így adják hozzá az előző tulajdonosok neveit is. Nem. Nem? Nem kaptam hozzá az előző tulajdonosok. Pedig azt hittem. Csak a szőkét. Az én a harmadik tulajdonosa vagyok az autónak, az előző tulajt tudtam, de a svájci tulajdonos nevét nem tudom. Oh hell. Ja. És egyébként manuális vagy automata? Most nekem automata. Azt tudom, de... De tényleg is a BMW-nek kell lefizetni? Az automata váltóért pluszba? Az csak extrának minden fokozatot használni akarsz. Hát régen a manuális volt az extra. Jó sok évvel ezelőtt. Nem. Nem. Az USA-ban most extra, volt. Még most is extra a manuális. Igen, nálunk meg pont fordítva, nálunk az automata számít extrának. Igen. De ez meg a biztosításban is tükröződik, mert egy automata váltós autóra drágább a biztosítás, mint egy kézire. Azt nem tudtam. Ez is benne van a szorzóba. De miért most... Nem tudom, hogy miért, de benne van. A Dodge-em életérzés miatt, hogy biztos... Nem tudom, miért, mit Dodge-em életérzés. De én egyébként nagyon sokáig az automata ellen voltam, mert hogy ez megvolt bennem is ez a központi direktíva, hogy mert hogy megöli a vezetési élményt. Mert nyilván a manuálisan játszasz, kipörgeted, jobban együtt élsz az autóval. De ugye most, hogy a múlt héten vezettem neked egy nagyon rövid távon is azt a kocsit, hát azért basszus adja. Azért ilyen gyengém napjaimon én is ellennék az a bal láb pihen, és akkor fék gáz. Nem, baromi kényelmes. Főleg, hogy áthúzod S-be, nem nyúl bele. És az F1 váltóval váltasz fönt. Akkor az visszaadja az életérzést. F1 váltó. Ez Dani, a neve. Dani, egyébként neked, most tudom, hogy manuális van, de egyébként... Nekem manuálisom van, de vezettem több automatát is. Én elismerem a kényelemfaktort benne minden további nélkül. Tehát meg hát az autó azt... pontosan tudja magának, hogy mikor kell elváltani. Na igen, azt akárhol aláírom. Azt akárhol aláírom, hogy az automata kényelmes. Nekem azért volt fura, mert én manuálisból ültem át, és én azért néhányszor megtiportam ott a taposót. Hozzáteszem, hogy az első hetem az autómmal nekem is így nézett ki, mert soha nem vezettem ezelőtt automatát, és el voltam tőle zárkózva. Teljesen az automatától, de most, hogy van automataváltós autóm, azt mondom, hogy simán el vagyok vele, de néha jól esik visszaülni egy kézibe, és úgy menni. Én az ember-gép kapcsolatot jobban visszaadja a kéziváltó. Azt mondom, hogy el vagyok az automatával, nincs vele semmi probléma, főleg, hogyha ugye nem nyúl bele, hanem te váltatsz a kormánynál, de alapvetően most, hogy ugye automata váltós autóban, azt mondom, hogy nekem még a kézi még mindig jobban bejön. Tehát, hogy azt úgy jobban élem egy kicsit. Ez... Ugye a vezetés hangulata más egy kéziváltós kocsival, mint egy automatával, de ez meg tényleg sokkal kényelmesebb, és azt vettem észre, hogy ő pontosan tudja, mikor kell magának elváltani, pontosan tudja, hogy mikor kell vissza, pontosan tudja azt, hogy hogyan kell üzemben. Hát normálisan fel van programozva. És bekapcsolom ugye a radaros tempomatot, tartja a távolságot, jöntök ez a tényleg Dodge, mert nekem megáll a kocsi magától, hogyha úgy van, beállítom 90-re a tempomatot, van előttem valaki, ugye akkor lefékez az autó, hogy pirosnál meg is áll, és akkor utána újra felgyorsít, és tartja az előttem lévőnek a sebességét. És szerinted nincs benne az a veszély, hogyha sokáig vezetsz egy ilyet, akkor annyira hozzászoksz ezt, hogy egyszer belülsz egy teszem azt a régebbi fapados manuálisba, és nagyon hamar egy koccanásos. Van otthon egy régi fapados manuális autó, amivel valószínűleg közlekedni fogok az elkövetkező napokban. Most akkor nem te, hanem valaki, aki mondjuk egy kocsit hajt, és mondjuk 5 évig beül egy ilyen jellegű autóba, és utána meg mitől valamiért visszaül egy kézibe? Másikba. Aha. Ahol nincsen távolságtartó. Szerintem tartás. Gáz lesz neki. Az gáz.
Mármint, hogy az nem az a gáz, hogy nem tud váltani, hanem hogy rossz lesz a szituáció. Nem fogja érezni úgy, hogy hol kell váltani. Mármint eleve az, hogy egyesbe elindulni. Én nem érzem meg ezt a pontot. Egyébként, mint az automata. Én ahány automata kocsit vezettem, én már mindenhol elváltottam volna, és az automata még egy ilyen, hát mit tudom, egy 500-as még azért ráforgatott bőven. Aha. Mire elkapcsolta. Nekem is ez volt a fura, amikor a Gergőjébe beültem, hogy olyan szinten felbőgött, amikor jöttünk ki a parkolóból. Sokkal hosszabbak ám a sebességi fokozatok. Az ugye kocsia válogatja. Sokkal hosszabbak, és azért tűnt annak. Az meg ugye attól függ, hogy milyen, hogy van beállítva az adott autóban. De azért tűnt neked úgy. Egyébként eddig azt tapasztaltam, hogy aki, mert azért több ismerős is van ugye a társaságban, aki manuálisról most már átment automatára, és mindenki azt mondja, hogy nem menne vissza. Én meg hát azt mondom, hogy egyébként is simán visszamennék, hogyha arról van szó. Hogy olyan kényelmi faktort, meg más élményt ad, hogy... Nem, én az az ember vagyok, hogy én most kijelenthetem, hogy el vagyok mind a kettővel. Én is. Teljes mértékben. Nem ragaszkodok se az egyikhez, se a másikhoz. De hogyha mit tudom én... De a játszós autója, ha egyszer majd megteheti az ember, hogy játszós autója van, az legyen manuális. Ha nekem játszós autóm lesz, manuális lesz, és egy MX-5-ös Mazda lesz NB, ami ki lesz belezve teljesen, hátsó kerékhajtás, könnyű, mint az ítélet, azt megyek vele pörögni a reptérre. Nyilván mindenkinek vannak ilyen víziói, nekem is az, hogy mit tudom, egy hamerba fog majd élni. Hát az enyém egy kicsit könnyebben elérhető, mint a tiéd, Bálint, amúgy. De egyébként erre egy Lada is tökéletesen megfelelne, el is gondolkodtam rajta. Hogy veszel egy játszós Ladát? Aha. Rendszám se kell rá nekem semmi. Én ezzel nem akarok forgalomba közlekedni, ez tényleg csak játszósra. De A-ból B-be azért el kéne juttatni, vagy van ezért szállító kocsid? Van ismerősöm, akivel meg lehet ezt oldani. Én nagyon elgondolkodtam a múltkor az elektromos motorbiciklin. Az veszélyes. Az nagyon tehát, megy ám. Frankon úgy néz ki, mint a motorbicikli. Tök jó. És elektromos. Semmi hangja nincs. Annyira király lehet. Csak suhansz. Aha. Én nagyon adom egyébként. Tehát, hogy nekem az elektromos autók is azért jönnek be, mert semmi hangja nincs. Én ezt soha nem értettem. Jó, a V8-as bubogás, azt értem, hogy az miért katja az embereknek. De most, hogy valami ordít, üvölt és sikít, az nekem annyira nem nagy szám. Vagy huhog, mint egy aszmás bagoly. Igen. Tehát, hogy így a reptéren eltöltött gyermekévek után nekem az autók által hang, amit produkálnak, az ennyire nem érinti a szívem. Na pedig nekem az első dolog, ami megérített a saját autómba, az a V8-as hangja. Mondom, a V8-as az V8. Tehát a V8 az pokóba is V8. Az, igen. És az elektromos rollerek? Arról, Dani, mi a véleményed? Mi a véleményem? Aha. Buziknak való. Miért? Mert most pazd meg, a roller egy gyerekjáték. Milyen jobb korrekt volt adani? Ráülni egy elektromos biciklire. Egy elektromos robogóra vagy motorra ráülnél egy rollerre. Mert a roller gyerekjáték. Az arra való, hogy Pistike, mikor már leér a lába a rollerről, akkor tudja magát hajtani a játszótér körül, körbe-körbe, és ne fönn sikítson a panelba, anyunak, meg apunak a fülébe, hogy játszunk! Ez egy sztereotípia egyébként. Szerintem az egyik legpraktikusabb közlekedési eszköz városban. Egy kiskerekű roller. Hát azok, amiket látunk, mert tele van a nem csak Veszprém, meg Budapest, hanem szinte az összes magyar város. Egyről hát szerintem a szánalmasságnak az egyik csimbora szója. De miért? De most azért, mert hülyén néz ki, meg azért, mert buziknak való szerinted. De... És így, igen. De praktikumban nem jó? Ha mi a praktikum? Mi basszus hogy ötöd annyi idő alatt eljutsz A-ból B-be, mint mondjuk gyalog, és mellette egyébként meg... Jaj, tök mindegy, csak nem. Mozogni ne kelljen, baszki. Nehogy meg kelljen mozdulni. Az időfaktor fontos egyébként, szerintem minden embernek leginkább. És nem kell buszbéletet venned, nem kell menetrendet nézned, nem kell a parkolásra szarakodnod. És hol töltöd kell... fönn a lakásba? Persze, ez simán 220-ra elnyomod. Az tölti. És hol viszed föl? Mondjuk a 8-ra. Lifttel, cseszed. A lifttel. Igen. Az elektromos rolleredet. Hát tényleg nem láttál még elektromos rollert. Hát bazd meg, az egy nagy nehéz dög. Dehogy mi? Összetudod csukni meg minden. Micsoda, egy hátizsákba, egy nagyobb hátizsákba be tudod rakni. Azt azért nem jelenteném olyan. Ki, hogy egy nagy hátizsákba bele tudod tenni. De tényleg. A hátizsákodba speciál pont nem fér bele. Hogy férne be? Nem. Még egy nagyobb, nem. Ha egy nagy bevásárlás után 4 szatyorra fölmész, az nagyobb helyet foglal a liftbe, és nehezebb, mint az a roller. Komolyan. Nekem nincsen, tehát most nem azért védem, vagy nem azért...
az ilyen szükségmegoldás az elektromos roller, baszki. Nem volt pénzed rendes közlekedési eszközre, vettél egy elektromos rollert, azt örülsz magadnak. Ez hát... kicsit olyan, mint a lovaskocsi. Vágod, kiszámol. Nem, mert bocsánat, a lovaskocsihoz tudás kell. Ha itt laknék Veszprémbe, és csak a munkahelyemig kéne bejárni, biztos, hogy vennék Veszprémbe egy elektromos rollert. Kiszámoltuk, hogyha vennék egy elektromos rollert. Legyalogolható az egész város keresztbe. Ezek ilyen 120 körül mozognak most. Konkrétan amennyit eszik a Merci városon belül, ha csak a roller csak mondjuk márciustól októberig használnám, értelmszerűen télen nem, akkor is nagyon max másfélemben belül behozná az árát. Csak amit megsporolok üzemanyagból. Mekkora motor van a Mercedesben? Jó nagy. Milyen kettő feles van neked, nem? Igen. Ha a feleséged autójával járnál, az is jelentős előrelépés lenne fogyasztás szempontjából. Nekem igen, de neki nem. Nem járok az ő kocsiában, az ő jár. De egyébként mind a ketten itt dolgoztak a belvárosban, nem? Ez most már ilyen életvezetési dolog, igen. Tudom, ezt én már bevallottam múltkor, hogy mi baromira nem felelnék meg a Greta Thunberg-es elveknek de azzal, ne, itt nem hogy Greta, városon bennék jelenleg egy kocsival. A 14 literes fogyasztásommal. De itt nem Greta Thunbergről van szó, tehát itt nem ez a lényeg, hanem pont azt hoztad fel, hogy mennyit spórolnál az elektromos rolleren. Mondjuk jó, hogyha egy kocsival járnátok ketten, tehát, akkor már azzal is spórolnál. De ő 7 órára jár, én meg legtöbbször azért 8 után esek be. Tehát, de hogy onnan, ahol te laksz, onnan mondjuk fél óra alatt simán be is sétálhatsz. De jó, de rengeteg szanap közben is mozognom kell, tehát hogy az nem... 200 métert légvonalban? Nem. Hosszabbat. Tök mindegy. De szerintem nekem egy elektromos roller tök jó lenne. Tehát azt az állítást vizsgáljuk meg, hogy hova kell elmozognod napközben, ahova nem érsz oda gyalog, de odaérsz egy elektromos rollerrel. Hát nyilván mindenhova odaérek gyalog, de nem 10 percen belül, hanem mondjuk... Hát azért nem. Hát azért ahova mondjuk... Most mondhatok helyeket, mondjuk a Vámosi úti temető, ezt aki nem veszprémi, fogalmas sincs, hogy hol van, de az mennyi, ahol én dolgozom attól. A Vámosi úti temetőtől? Gyalog mondjuk. 12. 12 perc. Aha. Ja, ha rohansz. Nem. Sima sétatempóval 12 perc. Az legalább egy 20-25 perc. Na most rollerrel, hát egy 20 perc szerintem biztos van. Persze. Hát srácok, ott, ahol én lakom, onnan beérni. 20-25 perc alatt sétálunk mindig be, mi is be, amikor együtt persze, amikor adásra. Közben sörözünk, meg kólázgatunk. Hát jó, akkor anélkül lenne akkor 16 perc. Na. Te gyalog jársz a munkába? Nem, de én a házgyárin dolgozom. Hogyha egyébként, ha lenne járda, akkor vagy gyalog, vagy bringával járnék, az tuti. Ja, így mondjuk érthető, hogy kocsizol. Na mindegy, továbbra is egyébként az jön le, hogy azért, mert szerinted buzis az a roller, ezért egy szar dolog. Nem, azért, mert szánalmas, nem azért, mert buzis. Nekem semmi bajom... De az praktikum, az miért szánalmas? Semmi bajom azzal, hogyha valaki szeret más férfiakat seggbe nyomni. De basszus! Amíg nem kötelező. Jézusom, és amikor nők mennek a rollerrel, az mi? Az nem szánalmas nekik? Nem, a csajoknak sok mindent lehet, amit neked nem, bazeg. Te miért? Te sminkeled magad? Miért? A csajok sminkelik. Te miért nem sminkeled? De az elektromos roller meg a smink szerintem nem említhető egy lapon. Kurvára ugyanaz. Én az elektromos rollerrel tökre ellennék tényleg, hogyha itt laknék Veszprémben. És mondjuk ide-oda kell mászkálnom a városba, úgyhogy mondjuk az arénától mondjuk ide kéne visszajönnöm egy nap kétszer, mert kétszer kell kimenni interjúzni munkából kifolyólag, akkor valószínűleg egy elektromos rollerrel simán megvalósítható lenne az egész. Most valószínűleg azért mondom, mert ezt elkezdték egyébként az ilyen körúton belüli hipsterek tolni ezt a rolleres feelinget. De hogyha mondjuk a konditerembe, akik edzenek az acélt, azok kezdték volna el a rollerrel tolni, mert az akkor is szánalmas lenne. Képzelj akkor már el egy 130 kilós szétgyúrt állatot egy ilyen gyerekjátékon. Hát, mint a majom a köszörükön úgy néz neki. Hát komolyan, basszus, én befizetlek egy ilyen tesztútra, egy ilyen rollerrel. Nem... De ne fizess, mert nem megyek meg el. Fölvegyük Pestre, és meglájmoztatjuk a Danit, hogy kipróbálja, biztos, milyen hogy nem jó. Vagyok hajlandó. Tehát így eldobsz magadtól. Én inkább Pesten belül elvi lehetőségét is annak, hogy egyébként még valamilyen szinten mozogjál is, mert azért még mindig több testmozgás van benne, mint hogyha beülsz az autódba. Azon kívül spórolnál vele. De van egy mozogni. Ilyen vetülete is egyébként, hogy környezetkímélő is. Nyilván valakinek ez fontosabb, valakinek kevésbé. Mindegy, zárójel. Csak azért, mert szerinted hülyén néz ki, meg buzis. Igen. Amikor nem az. De. Szerintem se az. Ettől jó a podcast, hogy mind a két oldalt megnézzük. Jaj, de szeretem. Szörnyen szánalmasnak tartom egyébként. Most nagyon kivételes. Bár mondjuk egy biciklis alternatíva lehetne.
A biciklit az oké. Okay. A bringa, az elektromos bringa, az frankó. Azt adom. Azt adom. Azt abból a szempontból is adom, hogy ott azért már egy felnőtt férfi ember nem néz ki rajta szánalmasan. És egyébként, ha ilyen frankó rásegítős, akkor még csak le se izzadsz, mire megmászod itt a hegyeket, völgyeket veszt. De azt viszont nem viszed, dombokat, azt viszont nem fel a liftbe 8-ra. Hát nyilván. És nem hagyod. Valamit valamiért. A rollert fölviszed? Hát én biztos nem. Nem, de azt fölviszed. Belenéznék a tükörbe, hogy belépek az ajtón, és lehánynám magam. Most kivételesen egyébként én úgy érzem, hogy a Dani képviselt az emocionális vonalat, én pedig maradtam a realitásokat. Ez biztos, tehát hogy nekem ez emocionális döntés. Én pedig csak pillázok, hogy mi lesz a vége. Kipattogtatta a kukoricát. Na jó, most álljuk meg egy picit. Gyere ki. Mesélj vicceket, Gergő. Gyere, Dani. Úgyhogy nem, ez az elektromos rolleres dolog, ez engem nem érintett meg a legkevésbé sem. Most de félértesen senki, nem rábeszélni akarlak téged, csak hogy ismerd be, hogy praktikuma van. És mi van, ha esik az eső? Hát akkor nem használod. És mi ha van? Nagyon meleg van. De ha esik az eső, biciklit se használsz. Nem. Ha látod. Meg sétálni se sétálsz szívesen esőbe. Az a technikának nem árt a rollernek. Hát az eső se árt. Hát dehogy nem. Miért? Azért nehogy már úgy csinálják. Miért ezeknek ezek tönkre mennek, ha esik az eső? Nem ennyi vele. Az ilyen csöpögős esőnél még azt mondják, az még oké. De amikor 30 centis vízszömpölyög a gyutasi úton, akkor azért abban el... Akkor ez azért vele. Mégsem alternatívája az autónak. Nekem volt autóm, amelyik autó is leállt egyébként ebben az esőben. Ez már nem azon. Hú, pedig az játszósnak, de jó lett volna nekem. Ezt az autódat másképp érinti a víz. Hát igen. Kicsit esztétikai problémák vannak rajta. Kipattanásosodott. Igen. De megy az serdül. Tényleg, serdül. Végül is már abban a korban, de serdül a válit autója. De most megy a kozmetikushoz. A Zsiga bácsihoz. Úgyhogy én várom azt az emberileg is vállalható alternatívát. Hát esküszöm, keresni fogom, bújni fogom az internetet. Ami jetpack, ennyi, megfejtettem. De én mondtam, tehát nálunk versenyben volt, hogy vegyünk egy Toyota Yaris-t autónak. És így mondtam a Zsófinak, hogy nem veszünk Toyota Yaris-t autónak, mert kurva nehéz heteroszexuális férfiként kiszállni egy Toyota Yaris-ból. Mondjuk ez basszus, ezt meg alá tudom írni. És TI-ből? De nincs ráírva, hogy TI, érted? Ja, igen. Az a durva egyébként, hogy ezt a részét viszont, ezzel viszont egyet tudok érteni. Ezzel én is. Valószínűleg sok másik ember, aki hallgat, meg nem. De... Alapvetően nem nagyon szokott érdekelni, hogy mit gondolnak rólam az emberek, de azért vannak minimumok. És az elektromos roller, meg a Toyota Yaris férfiként nem fér bele ebbe a minimumba nálam. Nekem az elektromos robogó belefér, a Toyota Yaris meg annyira nem. Erre mindenki gyalog. Ennyi. Én szoktam, és egyébként semmi baj nincs vele. Komoly séták. Jó, hát majdnem közös nevező jutottunk. De nagyon korán kell indulnom Füszfőről. Gyalogén. Úristen. Nem, de a Bálintnak például nem kéne olyan korán indulnia. Egy fél órával kellene csak korábban. Csak ha 10-ig alszik, érted, akkor azt úgy nehéz. Hát és mondjuk, már hétvégén sem. És mondjuk 10-10-re jön be dolgozni. Tehát úgy tényleg nehéz el olyan beérni gyalog. Nem vagyok valami multinál vezérigazgató, hogy ilyeneket megcsinálhassak. Pedig de jó volna. Na jó van, srácok, szerintem kiveséztük ezt a mai témát. Azt mondom, legyen elég ennyi. Legközelebb az elektromos rollerekből. Legközelebb jövő héten találkozunk. Amúgy miért rollernek hívják? Adtak volna neki valami másik nevet, akkor már eleve kevésbé lenne szánalmas, de aki ezt behozta Magyarországra, hogy elektromos roller, na... Miért a bicikli? Bicikli? Az jobb. De azzal már megtanultál együtt élni. Hát szerintem a rollerrel is. Egyidősek egyébként. De az elektromos rollerben azért, tehát nem volt egy marketing zseni, aki ezzel dobta piacra. Hát, ja. Ezért kár volt. Csak kicsit kevésbé komoly, mint a hoverboard.
Na, hát azt, na, én meg azt nem értem. Most már tényleg a magyar nyelvet is ráfogjuk az elektromos rollerekre, tehát már... Én se, de amúgy tényleg, ha ilyen elektromos rollerrel mászk hoverboardon, miért nem nyomod? Az gagyi. Lobogna mögötted az, a kabát, az, mint na, a Neónak. Szerintem az a világ persze, hogy mocskos gagyi, tehát iszonyatosan gagyi. Az akkor, ahelyett már tényleg sétálhatnál, mert azzal nem mész gyorsabban, mint hogyha sétálnál. Ez persze, hogy iszonyatosan gagyi. De hát egy bazeg, egyik gagyi a másikkal, teljesen összefér. Na és akkor görkori vagy gördeszka? Melyik a búzis szerinted? Egyik biztos se. Szerintem egyik se búzis. Egyik se. De akkor melyik szerinted, amelyik elfogadottabb, amelyik jobb? Görkori vagy gördeszka? Hát azért ez nem ilyen egyszerű, mert ennek vannak attól különböző függ, fajtái. Közlekedési eszközként, vagy melyik gördeszka? Longboard, pennyboard, sima izé. Gördeszka, cseszer. Cruiser. De ilyen, hogy de gördeszka, ez sok. Vannak fajtái. Sok, és ugyanez van görkoriból is. Ott sem mindegy, hogy melyiket. Jó, görkoriba akkor egy soros. Ennyi. De abból is van. Jó, hagyjuk, kár volt fel, hogy nem. Ez nem ilyen egyszerű válint. De abból is van. Igen. Attól függ, mire akarod használni. Ez túl egyszerű. Közlekedésre. Hát akkor egy longboard például tök jó lenne. Hát vagy egy ilyen kis cruiser, érted, ez teljesen jó, mert az mondjuk konkrétan elfér a táskádba. Ja, egy kis pennyboard. Mm-hmm. Annyi. És abból van boosted verzió, abból van. Szerintem. Aha. Jó. Ami elektromos, csak hogy neked is meglegyen a racsni faktor benne. Viszont én szerintem a hagyományos görkorit választ. Nem is a hagyományos görkorit, hanem tudod azt, aminek az a két nagyobb kereke van. Az a sprinter, tudod? Ja, igen, igen, na, igen, és kicsit az... kilóg előre, igen. Meg hátra. Na, azzal lehetne jól. Azzal lehet csapatnia. Az haladáshoz. Már a kettő közül kell választani, azt választanám. Én mondtam a Zsófinak, hogy én meghívom egy görkorira, ha lesz bicikli út a házgyári út mellett. Na. De ez pusztán önös érdek. Igen. Ezért a görkori bizonyos izomcsoportoknak rendkívül jót tesz. Formás lába lesz tőle a hölgyeknek. Ja. Na jó, van, zárjuk rövidre tényleg. Köszi, hogy velünk voltatok a 19. Igen. 19. végre péntek adásnál. A következő jubileumi 20. lesz. Készülünk majd érdekességekkel addigra. Tartsatok velünk legközelebb is. Én Gergő voltam. Én meg Dani. Én meg Bálint. Úgyhogy sziasztok. Hello.